Mesztelen ügynök. Kalandos, humoros, fantasztikus, szórakoztató irodalomról mindenkinek. Sziasztok, kedves hallgatók! Jubilálunk, ez a 10. adásunk. Ha olyan irodalmat szeretnétek, aminek nem lehet tudni, hogy nagyon jó, vagy szörnyűséges vége lesz-e, akkor olvassatok szakácskönyvet. Mi azonban szórakoztató irodalommal és néhány más szórakoztató műfajjal foglalkozunk. A közös vonal ezekben a kalandosság, humorosság, fantasztikusság. Ezeket az értékeket szerettem volna én átadni nektek az elmúlt 10 adásban, és ezután is erre törekszem. Így aztán ez a műsor semmiképp sem jobb vagy jelentősebb, mint a többi, hanem remélem pont olyan jó. A mai Mesztelen ügynökben lesz a mi kedvencünk, műélvezeti hírek, vers mindenkinek, na jó, nem mindenkinek, csak nektek, és na most majd nevetni kell, rovat. Jó szórakozást kívánok! A mi kedvenceink. E heti kedvencem a Legenda vagyok című 2008-as film. Miért álltunk meg? Utca lezárva! Innentől gyalogolunk! Alig 10 percünk maradt! Add a kutyát kincsen! Gyere, bogaram! Mozgás, mozgás! Apa! Elfélj, bogaram, semmi baj! Fogják közre az alezredest és a családját, és ne álljanak meg senkinek! Mami, puskájuk van! Ne izgulj, katonák, mint a papa! Erre, uram, lépjen közelebb! Rendben, tiszta! Nézd bele, nézd bele! Tiszta, mehetek! Jó. Ő a nejem. Jó, rendben. Asszonyom, lépjen hátrén. Vigyék magukkal a gyerekemet, csak a kislányomat. Nem jó, nem jó. Fertőzött, kövessen, asszonyom. Robert! Indulás, sajnálom. Hé, Ereszel! Ereszel! Uram, Ereszel! Pillanat! Ereszel a feleséget! Uram, mehet oda! Ellenőrizze újra! Ellenőrizze! Fegyvert le! Fegyvert le! Fegyvert le! Fegyvert le, katona! Fegyvert le! Robert Neville alezredes vagyok. Utasítom, hogy ellenőrizze! Ellenőrizze! Tiszta! Tiszta, mehet! A következő szöveg jelentős részét Lányi D. nevű a port.hu-n publikáló szakembertől vettem át. A Legenda vagyok a filmes nehéz szülés tipikus esete, Richard Matheson 1954-es sikerkönyve, science fiction és a modern vámpír regény műfajainak egyik alapműve nyomán készült, amelyből 1971-ben már forgattak egy filmváltozatot Charlton Heston főszereplésével, az Omega Ember címűt. A jogokat birtokló Warner Bros. Gyakorlatilag a 80-as évek óta tervezte egy új változat elkészítését, egyszer már le is szerződtették Ridley Scottot rendezőnek és Arnold Schwarzeneggert főszereplőnek, aztán az ezred forduló táján Michael Bay nevét lebesgették rendezőként, később szóba került Giuliano del Toro is, szóval igazán kalandos filmprodukcióval van dolgunk. A sztorit ismerve, nem csoda, hogy a korábbi elképzelések mind a túlságosan nagy igényű költségvetésen buktak meg. Nem kis pénz szükséges ugyanis ahhoz, hogy a teljesen üres és kihalt New York látványát megteremtsék. Ugyanis itt, a teljesen üres és kihalt New Yorkban él Robert Neville doktor, a minden valószínűség szerint utolsó élő ember a Földön. A többi 6 milliárdot vagy megfertőzte egy vírus, amelytől vérszomjas és villámgyors gyilkológéppé torzult, vagy ha a kevés szerencsés vírusra immunis közé tartozott, akkor rövidebb, hosszabb idő után a vérszomjas és villámgyors gyilkológépek valamelyik hordájának áldozata vált. Szerencsére a vámpír zombik érzékenyek a fényre, így nappal veszélytelnek, ezért Robert Neville a kutyájával ilyenkor békében járhatja a város utcáit, túlélők és élelem után kutatva, és ilyenkor végzi a kísérleteit is, amelyel a vírus ellenszerét igyekszik megtalálni. Éjszaka pedig bezárkózik, és reménykedik, hogy nem találnak rá. Az alany nőnemű nagyjából 18-20 éves lehet. Csak 6-szoros dózisú dilaudit csillapítja a tüneteit. Testhőmérséklet 41 fok, pulzus 200 per perc, fokozott izzadás, PA 0,2, 300%-os eltérés. Teljesen tág pupilla, fényre nem reagál. UV-sugárzásra súlyos túlérzékenység. A tünetek és a szövetminták alapján az alany fertőzött. Oltóanyag kísérlet. GA sorozat 391-es szérum 6-os vegyület. A kísérletet megkezdem.
Ebből a történetből könnyen lehetett volna egy vérben tocsogó horrorfilm, vagy egy sci-fi beütésű akciómozi is, de szerencsére a Legenda vagyok nem ment el egyik irányba se, illetve csak pont annyit vett át mindkét zsáner elemeiből, amennyi még az alapötlet károsodása nélkül szórakoztatóbbá teszi a végeredményt. Itt ugyanis egy filmdrámával van dolgunk, amelyben nem az a lényeg, hogyan változott az emberiség fertőzötté, s nem az, hogyan rúgja szét a magányos hős a vámpír zombik tökét, hanem az, hogy hogyan éli meg ezt a helyzetet, hogy egyedül van. Mit lehet ilyenkor tenni, mit kell ilyenkor tenni. A nevem Robert Neville. Egy túlélő vagyok New Yorkban. Az összes középhullámú frekvencián hallható vagyok. Minden nap megtalálnak a South Street-i kikötőben délidőben. Amikor a nap a legmagasabban áll. Ha ezt hallja valaki, ha van bárki, aki túlélte, tudok biztosítani élelmet, fedezéket, biztonságot. Ha valaki hallja ezt, bárki, tudja, hogy nincs egyedül. Egy szereplős filmről beszélünk, az ilyesfajta történet pedig nem kis dramaturgiai bravúrokat követel, ha fenn akarja tartani a néző figyelmét, hisz nincsenek társak, nincsenek dialógusok, nincsenek szereplők közti interakciók, azaz hiányzik szinte minden, ami működtetni szokott egy hagyományos filmes sztorit. A forgatókönyvírók többféle módon cselezték ki ezt a hiányt, a legfőbb eszköz természetesen a főhős társa, azaz a kutya, aki ezt persze beszélni is lehet, aztán ott vannak a modern technikai eszközök, videónapló, rádióüzenet, stb., és már is hallhatjuk Will Smith hangját is. Ezeknél is nagyobb dobás viszont az, hogy a város maga is szereplővé válik. Ha fentebb azt mondtam, egy szereplős filmről beszélünk, ki kell, hogy javítsam magam, egy személyes, de két szereplős filmről van szó. Az üres New York lepusztult és egyben lenyűgözően megvalósított látképe olyan erővel van jelen végig a filmben, hogy nem túlzás önálló szereplőként beszélni róla. A Legenda vagyoknak sikerül megvalósítania azt, amit nagyon kevés filmnek, néhány sablonos fordulattól eltekintve maximálisan szórakoztató, élvezetes és mint a tengeren túli adatokból tudjuk hihetetlenül sikeres szuperprodukció tud lenni amellett, hogy érvényes és hiteles és a szokásosnál egyel bonyolultabb kérdéseket vet fel, érvényes és hiteles és a szokásosnál egyel bonyolultabb módon. I'm a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky. A pletykák eddig is arról szóltak, hogy elkészülhet a folytatás, de akkor előzményfilmként tekintettek a Legenda vagyok 2-re. Ennek ellenére a legfrissebb hírek szerint egyenes folytatásra számíthatunk. Hogy ez hogyan lehetséges az első epizód végét tekintve? A készítők a film DVD kiadásán közé tettek egy alternatív befejezést is, amit alapul véve elképzelhető a folytatás. Ami biztosra vehető, hogy Akiva Goldsman, Én a robot, a Da Vinci Code, Hancock producere a helyén marad, Will Smith is egyértelműen folytatja főszereplőként, ráadásul ha hinni lehet a pletykáknak, akkor a rendező Francis Lawrence, Legenda vagyok, Konstantin személyesen változik. A forgatókönyvet a The Expatriate írójára, Eres Emelre bízták. A premierről még nincs biztos információ. Művészeti hírek, könyvmegjelenés, kiállítás, film, színház, művészet. A Szukicsnál Nemes Ernő szerkesztésében megjelent Edgar Allan Poe legjobb elbeszélései. Edgar Allan az emberi lélek nagy ismerője,
prózai műveivel megteremtette az amerikai irodalomnak azt a sötét irányzatát, melyet elsősorban Hawthorne, Bierce és Faulkner neve fémjelez. A manapság kriminek nevezett műfaj szintén sokat köszönhet neki Sherlock Holmes, Poirot és a többiek a Margó utcai kettős gyilkosságból tanulták azóta is gyakorolt módszerüket. Sokat vitatott ugyanakkor kortársaira és a későbbi író generációkra egyaránt oly nagy hatással lévő író élete olyan, hogy novellaként csak saját maga írhatta volna meg. De nem írta meg, hanem végigélte, és ehhez képest stílszerűen halt meg. Jelen gyűjteménnyel Poe munkássága előtt kívánnak tisztelegni, és ugyan minden válogatás elkerülhetetlenül szubjektív valamennyire, a kötetbe beválasztott rövidebb-hosszabb elbeszélések egytől egyik a rajongók által legkedveltebb, a kritikusok elemzéseiben legnagyobbra tartott művek közül kerültek ki, és együttesen vitathatatlanul a Poe-i életmű eszenciáját képviselik. 2011-ben jelent meg az Anonymous kiadónál a Skandináv krimik sorozatban Jonesbø Fejvadászok című könyve, a belőle készült film holnaptól a magyar mozikban. Roger Brown igazán a szerencse fiának tűnik, ő Norvégia legsikeresebb fejvadásza, gyönyörű feleségével egy pompás házban élnek, ám a luxus életmódot Roger műkincs tolvajként igyekszik biztosítani, és mellékállásban igen ügyesnek bizonyul. Amikor megismerkedik valakivel, aki egyrészt tökéletes jelölt az egyik általa kínált magas állásra, másrészt a művészettörténet egyik legkeresettebb képének a tulajdonosa, Roger úgy érzi, élete nagy lehetősége köszöntött rá. Készülni kezd eddigi legmerészebb betörésére, ám a vadászból csak hamar vad lesz, üldözöttje egy rémálomba illő ellenfélnek. Hodejegerne, ez norvégül a címe. Remélem megbocsátjátok a rossz norvég kiejtésemet. A film nem csak egy izgalmas akciókrimi, annál sokkal több, a már bevett tripla csavar itt olyan eredményt hoz, amire amerikai filmekhez szokott adja a nehéz felkészülni, intelligens, kedves, ötletes, kimondottan jól eső film, mindenképp ajánlott. Ezt a rovatot a film trailerjéből származó zenével zárom. És most következzen egy hangos könyv, Demeter Attila a Találkozás című novelláját előadja maga a szerző. Szavakkal elmondani azt, amit az enyémnél hatalmasabb elme más módon alkotott meg. Balga vállalkozás, ám de vannak, akikhez közelebb állnak a szavak, mint egy lángelme által lefestett kép. Az ő tolmácsuk akartam lenni.
Akar zenét hallgatni? Kérdezte Nelly a számítógép. Edemnek nevethetnék-e támadt. Feledve keserves állapotát, fintorogva mosolyra húzta az arcát, de amikor megérezte a fájdalmat, abba hagyta a próbálkozást. Mennyi időn van hátra? Kérdezte Nellytől. Nehéz megmondani. Ember vagy, és a szervezeted viselkedését nem számíthatom ki pontosan. Az biztos, hogy az oxigénet 36 perc múlva elfogy. A nap magasról tűzött lefelé, és a barnás sivatagi homok sötét színe komoran terült szét körülötte a felhőtlen ég alatt. Mennyi a külső hőmérséklet? 43 Celsius fok, világosította fel a számítógép, az űrhajó rommá lett testéből sugárzott rádiójeleivel. Az jó, sóhajtott halkan az űrhajós. A szkafander belsejében elviselhető hőfokot tartott fenn a klímaberendezés, ami a zuhanás perceiben és utána sem engedte meg, hogy átforrósodjanak szűkösre szorult életlehetőségei. Úgy érezte elájul. Erőt vett magán és körbebámult a bolygó felszínén, amit annyira meg akart ismerni. A bolygón, amelynek a látványáért fényévek tucatjait megtette. A levegőben lélegezhető? Nelly, ha ember lett volna, bizonyára morog valamit értetlensége felett, de csak egy lélektelen számítógép volt, így morgás nélkül válaszolt. 35 perc múlva elfogy a levegőd. Ha leveszed a sisakodat, azonnal meghalsz a mérgező légkörben. Remek, morogta Edem. Átfutott az agyán, hogy talán jobban tenné, ha ledobná a fejéről ezt az átkozott plexibúrát. Befejezve az utazást ide a bolygóra, de tudta, hogy erre képtelen. Életösztöne nem engedni. Akarsz zenét hallgatni? Ne nyaggass! Károgta mérgesen. Átszelte a kozmoszt, hogy megnézze a bolygót, amelyikről a csillagászok feltételezték, életet hordoz a felszínén. Mielőtt lezuhant, látta a hatalmas városokat, látta a buja erdőket, amelyeknek a színe a legkevésbé sem emlékeztette őt a föld dzsungeljeinek színére, de amelyről a számítógép nélkül is megállapíthatta, hogy élő bioszféra részei. A magasból mindez felmérte, megörökítette a számítógép memóriájában, aztán hülye módon a talajhoz csapta az űrhajót. Talán valami műszaki hiba is közrejátszhatott a balesetben, de ennek elbírálására már nincs lehetősége. A jármű széttörve hever a közelben, a sivatag homokjában, őt a katapult kirepítette a biztosnak ítélt távolba, hogy akkor is túlélhesse a zuhanást, ha az egész hóbelevansz felrobban. Ostoba katapult. Az ő utazásának attól függetlenül vége, hogy felrobban-e az űrhajó vagy sem. A legközelebbi lakottnak vélt település egy fél kontinensnyi távolságra van valahol a szárazföld túlsó peremén. Talán akkor sem tudnák őt megmenteni, ha számítanának az érkezésére, de teljesen valószínűtlen, hogy a számára mérgező levegőjű égitesten bárki egy feltöltött oxigénpalackkal várna rá. Akar zenét hallgatni? Makacskodott Nelly. Idióta. Edem szinte némán motyogott. Nem értem, ismételd meg! Mit van? Adta meg magát a férfi a számítógépnek ahelyett, hogy újra a hiába való sértegetéshez menekülne. A sors jó lesz? Edemnek megint nevethetnék-e támad, de óvakodott attól, hogy erre megint kísérletet tegyen. Másra sincs szükségem, gondolta, mintha nem érezném Beethoven nélkül is eléggé a súlyát. Le akarta hurogni a gépet, de aztán mégsem szállt szembe azzal az egyetlen kapcsolatával, amelyet még el tudott érni. Lökjed, nyugodott bele Nelly akaratába. Behunyta a szemét, hogy ne bántsa a kékezzöld égboltot bevilágító napfénye. Kis csend után szólalt meg a zene. Pa-pa-pa-pám! Pa-pa-pa-pám! A hangok kitöltötték a szkafander sisakját. Jó lett volna Nellytől megkérdezni, ki vezényel, de most már késő. Pa-pa-pa-pám! Ha nem akarja zene helyett a számítógép szövegelését hallgatni, akkor nem kíváncsiskodik. Mindegy is, hogy ki dirigál. Talán Karajan valami 200 évvel régebbi felvételről. A sors a lényeg. A sors, ami kegyetlen pontossággal dübörög a parányi plazma hangszórókból, a különböző színekben és megvilágításban előtörő motívumban. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam. Gyorsan követték egymást a bevezető hangok. Túlságosan gyorsan. Jó lett volna valahogy lassítani, de nem lehetett. A nagy direktor nem engedte lanyhulni a tempót. Ki vezényel? Karajan? Nem. A direktor minden bizonnyal nagyobb Karajannál is. Nagyobb. Talán ő a leghatalmasabb.
Már az Andante lágy hangjait hallgatta, amikor eszébe jutott, a két tétel közötti szünetben megtudhatta volna, mennyi időre maradt még oxigénje, de a Karajánnál is nagyobb dirigens előadásával nem szabad belebeszélni. 7-8 perc telt el a szünetig, ezt tudta. Rivalgó, ünnepélyes hangok áradtak felé, mint azt kérdezni tőle a díszes szövésű melódián keresztül valaki: mit keresel itt, ember? Egy másik embert kerestem, de nem jutottam el hozzá, mondta némán mozgó ajkakkal, csak magában. A kérdés pedig ismétlődött és ismétlődött, halkabban, hangosabban, lágyabban, keményebben, keresve minden módon a kontaktust vele, aztán egy mélyből felszálló nagyívű sóhaj szállt hozzá, egyre csak ismétlődve, de nem sikerült újabb választ kiagyalnia, nem tudott mit mondani. A sóhaj és a kérdés újra és újra elhangzott, és mert nem tudta a választ, kemény kalapácsütések figyelmeztették arra, nincs menekvés. Ha tudja is valaki helyette azt, amit mondania kellene, senki sincs, aki kimondaná. Pár pillanatra elvesztette az eszméletét, de a kürtökön újra megszólaló ostinátó felébresztette. Már a harmadik tétel szólt. Pa-pa-pa-pam! Pa-pa-pa-pam! Valahol, mintha valamiféle halk választ is zümmögött volna a kérdésre a zenekar, de a felelet minden újra súlykolt faggatózás után eloszlott, csak felcsillanó apró fényeket látott, meg félbemaradt és újra kezdett mondatokat. Bolyongott egy hatalmas oszlopcsarnokban. A mérhetetlenül magas pillérek magát a csillagos eget tartották, beláthatatlan magasságokban feszült rajtuk a világ teteje. Körülötte sejtelmes homályba burkolózott a mindenség, amelyet még az űrhajójából sem látott ennyire közelinek, ennyire titokzatosnak, ennyire hatalmasnak. A halkan pengetett hegedű húrok szökelve mutatták az utat a félhomályos oszlopok között, ahol a távolban gyorsulva erősödő fényt látott. Véget vetett Tétova lépteinek, kiegyenesedve, bátran ment előre a lábai elé vetülő gyönyörű fénysugáron. Nem a csodálatos sárga köves úton haladt, nem Ósz birodalmának fő utcáján. Ez nem a mese volt. A valóságos hatalom fényeit látta az erdőszerűen sűrű oszlopok mögül kilépve. Thank you.
Egyre hatalmasabb fényforrások emelkedtek fel. Mindegyik után azt gondolta, nagyobb, erősebb, már semmi sem lehet, de mindig jött egy újabb, és egyik sem a sivatag kíméletlen szembántó orgiáját hozta, hanem egy barátságos hatalom kisugárzását. Egy olyan hatalomét, amelyik a legkisebb fenyegetés nélkül hívta magához, inkább szeretettel csalogatta magába. Elragadta a forgás, a tánc. Sohasem gondolta volna, hogy a földön túli hatalom tánccal, tánczenével fogja várni, amikor először meglátja. Belevetette magát a táncba. A kavargás kivitte őt az oszlopcsarnokból a mindenség peremére, ahonnan lágy hangon hívta őt a mindennél hatalmasabb. Nem akart ellenállni, de nem is volt hozzá ereje. Engedte, hogy az örvénylő boldogság magához húzza, magába fogadja, és a béke, a fénybékéje feloldozta fájdalmai alól. Súlytalan lélekkel adta át magát neki, és felszabadult. Amikor elhallgatott a zene, a lelkét megülte a béke, a nyugalom. Nem fájtak a zuhanáskor kapott sebek, nem fájt a rövid idő, amire még elegendő a palackban tárolt levegő, nem bántotta semmi. Boldogságot, határtalan nyugalmat és örömet érzett. Egy nagyot, mélyet lélegzett az acélpalack utolsó tartalékából, és körbehordozta tekintetét az idegen sivatagban. Kereste Istent, aki az előbb karnyújtásnyira volt tőle, aki az imént magához ölelte, akiben feloldódhatott. Nem találta. Csak barna homokot és néhány követ látott maga körül a vakító, hétköznapi fényzuhazakban. Na jó, nem mindenkinek, csak nektek! A mai verses rovatba Erdős Virág két saját maga által előadott versét tolloztam be, amelyeket a YouTube-on találtam. Erdős Virág vagyok, és a magam szerény módján a legszebb vers című szöveget szeretném felolvasni,
Az az alcíme, hogy Balatonfüredi emlék. Férfi bú és lányöröm, a legszebb vers a káröröm. A legszebb vers egy régi rózsa, lugas árnyán írott próza. Várálott, most gombanő, a legszebb vers egy ronda nő. A legszebb vers egy uncia, arany, petőfi, puncia. De minden süket Dumán túl, a legszebb vers a Dunán túl. Messze zengő szép szava, sok hegye és egy tava. Kizárásos alapon, a legszebb vers a Balaton. Bezárt bazár és tárt kebel, a kis hajók közt egy rebel. A legszebb vers egy nyári esten, ringó név a hajótesten. Katamarán vagy kalóz, a legszebb vers a gyedmaróz. A legszebb vers a vérfagyi, a csolnakázó dédnagyi. A legszebb vers egy nagy rakás, gőzölgő krumpli paprikás, egy strandpokróc a romokon, alvó szegek a homokon, jönni-menni szandi nélkül, összebújni randi nélkül, becuccolni bárhova, a legszebb vers egy szálloda, egy daxliát mosó masa, egy döglött hal fehér hasa, vonatfűtés dudaszó, a legszebb vers egy csúnya szó, a legszebb vers a parti nagy, zuhés, talajmenti fagy, még zöldfülű, de már diris, a legszebb vers az április, a legszebb vers mi volna más, egy kisebb vízbe fulladás, plusz törölközés, száradás, a legszebb vers csak ráadás, a legszebb vers, hogy amore, Rabindranath Tagore, emlékfák közt élőház, a legszebb vers a szívkórház, nagy labor és EKG, a legszebb dal a BKK, a legszebb vers a Szüreten, tartózkodni Füreden, hajnalig egy darab pólón, búcsúzkodni lenn a mólón, elvegyülni, kiválni, még egy strófát kivárni, a legszebb vers csak ígéret, majd elválik, hogy mivé lett, de lelle incs, én úgy hiszem, fogamban tartva átviszem, mert rendben van, hogy szép vagyok, a legszebb vers nem én vagyok, a legszebb vers nekem te vagy, szeress, örökké el ne hagyj. Andrés Világ költődő következik, ő azt mondta, hogy soha többet nem fog szerepelni, tehát nem tudom reklámozni egyetlen előadását se, ez az utolsó. Szóval ez csak vicc volt. Én nem tudtam bemutatkozásképpen jobban dolgot kitalálni, hogy a Trabantfai Nő című most megjelent könyvemből felolvasom a Trabantfai Nő című verset, aki már 100-tól hallottam tudcsánat. A Trabantfai Nő. Ez itt egy régi kettes út, ez itt a régi kettes út, a Vác felé menő, emitt egy pompás sárkupac, amott egy szép fanő, a háttérben a lomhaköd, s a Pólusz Palace Hotel göd, s a vár kevésbé feltűnő, a kép sarkában ott ül ő, a Trabantfejű nő. A Trabantfejű nő kevéssé forma tervezett, de azt mondják, az út a cél, akárhová vezet. Az a fő, hogy korrekt, bátor, nem fut el a problémáktól, rögtön szól, ha védkezett, a betétlap pont elveszett, de minden más az rendezett. S ha nem köhög a karburátor, elmegy bárhová magától, hazafelé hoz tejet, csokit, kólát, kenyeret. Az tény, hogy sokat fogyasztam, de csak is Pepsi Maxot, s ha minden kötél szakad, néha bekap egy Xanaxot. Szív és gyújt és kipufog és helytel minden fronton, s ha mégis minden összedől, még mindig ott a frontin. A főnökével nem vitázik, nem kötekszik, és ha teheti, hát kerüli az összeütközést. Lengés csillapíton él és túlélésre hajt, de egyre inkább képtelen bevenni a kanyart, s ha időközben csődöt mond a vértisztító lébőt kúra, akkor itt már nem segít a téli gumi garnitúra. Kipördül a patkára, és már is ott a bukfenc, inni kezd, és hármasával szedi a szeduxent. A férje lassan rá se néz, hiába minden áldozat, a szexuális térre nyújtott turbo deluxe változat. A fék kopott, a kaszni csúf, a futóműve direkt randa, nem csoda, hogy belőz a Ford Ka, meg a Fiat Panda, biztosírja az lánkát, meg a jugó magyar diszkó, de a társaságba keveredik, megeszik a disznók, úgyhogy inkább fut, meg szervizbe jár, mutatja a szerepeket, bovdencserét reklamál, meg légkondit, meg szeretetet,
Éjjelente fölriad, sír, fészkelődik, izeg mozog, nem hagyják őt nyugodni az elektromos injektorok, ami persze érthető, ha beázik a plétető, de az már pláne borzasztó, hogy nem porlaszt a porlasztó, és ahelyett, hogy egyetemre járatná a gyereket, a hátsójából mindenféle figyfirítjet ereget, ha meggondoljuk, nem is lehet más szempontunk szinte, csak a káros anyag kibocsátás megengedett szintje, úgyhogy én szerintem akkor járunk el az ügyben helyesen, ha nem hagyjuk a megfelelő rubrikákat üresen, és ahelyett, hogy beszélünk a lehetséges ártalomról, megpróbáljuk villámgyorsan kivonni a forgalomból. Társadalmunk egészséges klímája a tét, a trabant fejű nő szennyezi környezetét. Következik Pink Panther hip-hop feldolgozás, majd pedig rögtön azután egy vicces kis hangjáték tőlem magamtól. Hallgassátok! Oknyomozó riporter.
Szereplői a riporter, műsorának vendége Győző és néhány mellékalak. Üdvözlöm Önöket az Oknyomozó Riporter mai adásában. Lakókörnyezetünk tisztaságáról készítünk körképet, ehhez szakértő vendégként meghívtam Vértelen Győzőt, a Lebegő munkacsoport vezetőjét, aki segít nekünk felfedni környezetromboló hanyagságainkat. Idilli kép fogad minket, ahogyan megérkezünk az ősfás parkba. Mókusokkal fogocskázó hajléktalanok, kisunokájuk nevét a padba véső kedves nagymamák mindenütt. A kutyasétáltatók miatt jöttünk. Vajon összeszedik-e kedvencük Piszkát? Íme egy harci kutyáját sétáltató ifjú hölgy, akinek kutyusa leguggol a nagy dolgát intézni. Amíg megközelítjük őket, addig Győzőt kérdezem, mi az oka annak, hogy nálunk több az otthagyott kutyapiszok, mint máshol? Győző halkszavú, vékony és sápadt férfi. Ennek történelmi okai ismertek. Várostromok idején nálunk sokáig az utcán hevertek az ellenség temetetlen holtjai. Hagyományaira büszke népünk a nemzeti nagyság szimbólumának tekinti, hogy ilyen mennyiségi és minőségi maradékok hevernek szerteszét, ugyan már senkinek nem kellenek, de mutatják gazdagságunkat. Egy mai, jól tartott házi kedvenc piszka felér egy a középkorban legyőzött ellenséges harcos temetetlen holttestével. Mire az ebb végzett, mi ide is értünk. A hölgy éppen távozna, kutyája nyomait otthagyva. Hölgyem, miért nem szedi össze a kutyakakit? Bár kedvesen állunk előtte Győzővel, a fiatalasszony félreérthetetlen utasítást ad kutyájának a mi támadásunkra. Elnézést, kérek a lihegésért, menekülés közben folytatom az Oknyomozó riporter tudósítását. Összehangolom gyorsfutásom lépteit Győzőjével, miközben kérdezem őt, mit lehet ez ügyben tenni? A megoldást mi sem tudjuk, hiszen itt egy nemzet önbecsülése, végső soron pedig a nagysága a tét. Mert vajon elvárhattuk volna az utolsó erejéig harcoló hős a zsapánktól, hogy a legyőzött ellenfeled a közterületen mindjárt szedje is össze egy magánál tartott nejlonzsákba? Hiszen a nejlonzacskót bölcs eleink azért nem is használták, mert megvetették azt, ami nem természetes. Inkább feltalálták a marhabelet, abból készítettek zacskót. Ezt a problémát nem is javaslom túldimenzionálni, ugyanis a széklet épp úgy, mint a várostromló janicsár hullája, szerencsére lebomló hulladék. Időközben le is ráztuk a játékos kutyust, aki inkább egy napközisekből álló, több szórakozást ígérő csoportnál állt meg mókázni. Úgy tudom, kedves Győző, futás közben jelentősen megnő a kirégzett, környezetszennyező széndioxid mennyisége. Igen, de mi a Lebegő munkacsoport vezetőségében már gyakoroljuk az úgynevezett diszkréciós légzés technikát. Eszerint kettő teljes belégzésre alkalmazunk egy kilégzést. Nyilatkozatainkat is nagyon halkan tesszük a zajszennyezés miatt. A szép városképi látvány érdekében pedig más nem tehetünk, mint hogy újrahasznosítható papírzacskót húzunk Emma nevű irodavezetőnk fejére. Ez remek! Közben pedig megérkeztünk ide a külvárosi illegális szemétlerakóhoz. Szorgos polgárok hordják ide autóikkal a háztartási és építési hulladékot. Széles vállú, fekete öltönyös urat látunk, csillogó luxusautójának csomagtartójából bekötött szájú szemetes zsákokat pakol ki. Észre is vette, hogy integetve közelítünk felé. Rakná vissza a zsákokat, most meg a zakója belsejébe nyúl, aztán mégsem. Uram, üdvözlöm! Nem fél a büntetéstől? Ez csak a konyhai hulladék, és ez nem is a ti ügyetek, fiúk. Kinek dolgoztok? Megduplázom a pénzeteket. Győző, be tudnám most éles helyzetben is mutatni a műsor előtt említett békítő, nyugtató, kommunikációs technikát ezzel a kedves úriemberrel? Igen, ez egy kiváló alkalom. Tisztelt uram! Önt vagy bekísértetem a hatósággal a városházára, ahol teljes vagyonelkobzás mellett egy karrát betűt is ütnek a homlokára, vagy közmunka programunkban muskátlit ültet a volt szovjet laktanya területén. Természetesen ez utóbbi esetben is zároltatjuk a bankszámláit. Hogyne, fiacskám, csak telefonálok. Hello, Ahmed, gyertek a szemétlerakóhoz takarítani, mert kiszúrták, amikor az áruló Szergej darabjait kidobáltam.
Nem teljesen értem, amit emberünk telefonál, egyébként is tiszteljük a személyiségi jogokat. A telefont elteszi, és most egy hatalmas pisztolyt húz elő, csak filmekben láttam ekkorát. Az egyik zsák száján a kötés kibomlik, és abból atya isten egy véres kézfej esik a földre. Javaslom Győző, hogy ez esetben cikcakban szaladjunk. Talán megbocsátják nekünk, hogy meggondolatlan szaladkálásunk közben a kizárólag errefelé őshonos taktafakta golyvás májva több példányát is eltapossuk. Elszaladtunk ugyan a rejtélyes és veszélyes ideken elől, de el is tévedtünk. Árnyos erdei tisztáson vagyunk, vakond túrás nagyságú földkupacok, feltehetően vakond túrások, és domnyi színes szeméthalmok között kék vízű tavacska búvik meg. Ahhoz a szimpatikus munkásemberhez vezet a léptünk, aki hanyagul a víz fölé lógatja tömlője végét, és abból iszapos barna folyadékot enged a vízbe. A tóvíze habzik, és én nem habozok megkérdezni, hogy folyat ide jó ember? Hova? De hisz ön tartja kezében ezt a tömlőt, ebben azért megegyezhetünk. Milyen tömlőt? Aminek a másik végén azt az erős járású szippantós autót látjuk, arra gondolom. Ja, ezt a tömlőt? Ezt valaki a kezembe adta azzal, hogy fogjam, amíg visszajön. Arra ment, ha sietnek, még utol is érheti. Köszönjük! Szaladjunk akkor, Győző, ha ön is egyetért. Feltétlenül. Azért is meg kell találnunk, mert amíg az elkövetőt felkutatjuk, ennek az embernek nagyon el fog fáradni a keze. Ismét futunk hát, bár ez alkalommal nem üldöznek, nem is lőnek ránk. Sietve benézünk barlangok mélyére, gombák kalapja alá, és még úgynevezett rapsicok tanyájára is, legalábbis ez van a házikó ajtajára írva. Üdvözlöm az urakat, és kérdem, üdvözlöm önöket, és kérdem, hogy egy környezeti bűnözőt keresünk. Látták-e? Mutatják, hogy azon a tisztáson keressük. Talán mert a természetben élő emberek vidámak, a jó levegő, a folytonos piknik hangulat miatt, ezért csendül hangos hahota a hátunk mögött. Visszatértünk a kistavas tisztásra, de a szennyező jármű eltűnt. Csak remélni tudjuk, hogy nem bántotta a gazember azt a jó szándékú, fáradt kezű munkást. Ne adj Isten, el is rabolhatta, hiszen nincs itt. Kedves Győző, mit tanácsol műsorunk végén az oknyomozó riporter közönségének az ehhez hasonló társadalmi összefogást igénylő helyzetekre? Csak egészen kiméletesen, diszkréciós légzéssel mondja, hogy példát vehessünk mi is. Beszéljenek helyettem inkább a híres osztmolán környezetvédő... Tuda, smurzsa eredeti nyelven idézett gondolatai... Turkak ti durkakó meis melur esetú koszteren nerak nevaló... Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Jövő heti adásunkban politikusok megvesztegetési ügyeit járjuk körül. Tudják, a ránk jellemző megfontolt ravassággal. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Na és nem mintha nem lett volna már a mai adásban nevetés, de most majd megint nevetni kell, hiszen következik az igényes kabaré tréfákat bemutató, kacagtató rovatunk. És szokás szerint e rovat előtt, hiszen ezzel ér véget az adás, el is köszönök tőletek. A viszontlátásra találkozunk a következő műsorban. Na most majd nevetni kell! Kérem a következőt. Jó napot kívánok! Van szerencsém, jó napot kívánok! Maga kicsoda? Én vagyok a fogoló. Igazán? Na ide figyel. Akkor mondok én magának valamit.
fáj a fogam. Szép? Hát ezt sejtettem, hát különben miért menne fel egy fogorvoshoz? Na, mi az? Ne haragudja, jöhetek én maga a mendégségbe is. Hát azért fölmegy egy fogorvoshoz, muszáj, hogy rögtön fájjon neki a fogam. És képzelj el, valaki följön hozzám, én oldalra fuk egy ruhát varni neki. Nem volna túl. Mi a tagocsa búz? Nem, esztergályos vagyok. Azért van a furcsa, ha ennyit esztergályos ruhát akarni varni. No, akkor tessék parancsolni. Állj, mibe kerül? Hát ugye attól függ, más az ára a plombának, és más az ára a húzás. Igen, melyik az olcsóbb? A húzás. Annál maradok. Mi vegyön? Ez 500 forint. 500 forint megőrül? Hát 500 forint, én a vadbelemet kihúzzák. Uram, akkor húzassak ki a vadbelemet. Attól elmúlik a fogfájásom. Nem hinném. Na hát akkor meg mit kecsegtet? De mondja meg őszintén, mi az Isten nyila tud 500 forintba kerülni egy nyomorult húzás? Hát ez az ára. Ez az ára, hát nincs rá önköltsége. Én adok mindent. Én adom a fogat, adom a gyökeret, mindent magam is a nyomorult húzójának a használatát. Nagy a kére, hát nagy a házbér. Nagy a... Uram, az ön házbére kívül esik az én érdeklődési körömön, de van egy ötletem, uram, kimegyünk itt a parra. Leülünk ott egy padra, és ott kihúzza a fogamat, ott nincs a ládbér. Ott se olcsóbb. Hát elragudja, nem. Nem megoldható, ennyit én nem szántam. Mennyit szánt rá, uraságod? Nem azért, de tudok fizetni önnek. 140 forint. Nem hiszen, nem bánom, ha már egyszer itt van. Megcsinálom önnek 350 forintért. Doktor úr, figyelmeztetem velem, ne próbálkozzék alkudni, mert velem nem lehet. Én nagyon makacs ember vagyok, amit egyszer a számmal kimondok, ha a fene fenétezik, annak akkor is úgy kell lennie. Nekem úgy ismerik a környéken a makacs holló. Nem hallotta még? A makacs holló. Nem hallottam. Hát hollóról hallottam, de az nem makacs. Hanem? Madár. Az az öcsém. Idefen, doktor úr. Én olyan átkozottul makacs ember vagyok, hogy engemet pénzért lehetne mutogatni. És miben nyilvánul meg a makacságon? Abban, uram, ha valamit elhatározok, attól egyszerre nem lehet eltántorítani. Nekem olyan ronda a feleségem, hogy a házmester nem akarja fölvinni a liften. Dadok, szúr neki a bajusza, kancsal, és én mégis őt vettem el feleségem. De mindenki le akart róla beszélni, megmutatom, hogy azért is elveszem. Na, tanul. 130, igen vagy nem? Az imént még 140-et mondott. Ja, édes Istenem, most 10 forint, aki odáll velem vitatkozik, doktor úr. Hát diplomás emberek volna. Jó, egye meg a fene, ha már egyszer itt van, tessék beülni a székbe. Ez már persze. Nem ide, oda. Ja, abba, oda, igen, oda, tessék. Oké, okay, mindegy, szék. A számat nyissam ki, ugye? Hát, bocsásson meg, uram, a fülén keresztül nem tudom kívülni, melyik az a fog. Hogy melyik? Melyik az a fog, amelyik fáj? És ezt én mondjam meg magának. Nem titok, én egyszer nem mondom. Ne vicceljen, hol van az a fog? Ezt én mondjam meg magának. Maga az orvos, magának kell tudni, hogy melyik az a fájos fog. Hol van az a fog? Jó, van, látom már annyira odaval, hol az a fog? Segítek magán, hol az a fog? A számban. Köszönöm. Már azt hittem pizza. Alul? Fölül? Fölülhetek? Maradjon a székben. Nem, hogy fölül, látok a föl. Üljön vissza. Én azt kérdeztem, hogy hol van a fájós foga. Alul-e, vagy fölül-e? Na, mit én tőlem kérdezgeti? Hát nyomozza ki! Maga az orvos, magának kell tudni kinyomozni. Ez is teszem, miért nem mondja meg? Mert maga az orvos, kérem, tessék ki, hogy konzíliumot akar velem tartani. Hogyne, 110 forintom én még itt magyarázgassak. Már 110? Most meg 20 forinton kell velem vitatkozni, doktor, ne tessék ezt csinálni velem. Na. Gondoljon a renoméjára, panel. Tártsa ki a száját. Egy-kettő. Már mindjárt. Tehát tártsa ki a száját. Na, ez már beszélt. Kitáltam a számat. Tessék. A számat. A száját. Tessék. Ez az. Bocsásson meg, hollóvér, egy annyi rossz fog, hogy én igazán nem tudhatom. Hollóvér, mondja meg ezt most nekem. Fáj ez? Talán. Nem. Maga az orvos, magának kell kitalálnia, hogy ne.
100 forintot van kép elkérni egy húzat. Szóval most már meg csak 100. Ide figyelj, doktor úr, nagyon kérem, ne tessék velem újból alkudozni, mert tudja, hogy semmit sem utálok annyira, mint ez a fölösleges alkudozásról. Nézze, kérem, én nem alkudozom, de miért nem mondja meg? Az átkozott makacs természetem miatt. Mondtam már, hogy nagyon makacs természetem. Mondta. Hát akkor lesz, hogy ahhoz tartsa magát. A keservit, ne kitárd csak ki a száját. Tessék, kitáltom én a számba csak. Ah! Ez kint van. Öblítsen, fáj. Ez a fog fáj. Nem, a húzás. Nem is biztos, hogy ez a fog volt. Doktor, kérem, tessék azt elképzelni, hogy egy némának húz, aki nem tud folyton azon hülye kérdésére válaszolni. Tárcsa ki a száját. Ez is kint van. Malás, ez borzalmas. Ez a fog. Nem, a húzás fáj borzalmas. Hát nem ez a fog volt az. Doktor, nem ezzel a... Fő! Vacsak húzóval, az maga harapó fogóval se húzza ki belőlem, hogy melyik volt a fájós foga. Magának kell tudni, de maga az orvos, hogy ne? 80 forintot kér a húzás, és én mondjam. Hát nem? Ide hallgasson, Bolló úr. Maga ne is fizessen 80-at sem. Magától nekem elég lesz a... A sok, kérem. Ahogy megbeszéltük. 40. Nézze, Bolló úr, nekem nincs időm. Megmondja, vagy nem. Engem várnak a pácienseim. Nem várják. Magát senki se várja már. Dehogy nem, az előbb még ketten ültek ki. Igen, csak én elküldtem ők. Az egyik teljesen fölöslegesen tévedésből maga, az jött a tekvittem. Egy mérnökhöz. Mérnökhöz? Igen. Miért, mit akart? Hidat akart csináltatni. A másik az csak magát zaklatni akarta valami hülyeséggel, állítólag pénzt hozott, vagy ilyes, megküldtem a francba. Maga az ember, hát csak ki a száját. Megmondja, ahogy én a maga fejének. Kint van. Ez az? Kint, nem mondja meg! Jaj! Adok én a makacs fejednek! Ne tekezzen, kikérem magamnak! Tártsa ki a száját, már csak egy van! Jaj! Kint van, öblít! Mandélok, öblítre helyettem tanárul, legyen a kedves, majd legyen. Készen vagyunk, Holó, készen. Lehet-e? Igen. Jaj! Hát akkor fizetek, tanár úr! Így adjam, vagy borítékba tetszik én. Így is jó lesz. Tetszik a 20 forintosra. Hát ez csak 10. Ja, jó, akkor 10-el jövök. Viszontlátásra. Várjon, Holó úr. Most, hogy már kihúztam az összes létező fogát, árulja el, melyik fog a fájt? Az első. Jó. A ló többi részét találunk.